Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy kezdetét veszi ez a számunkra szokatlan időszak. Nem tudunk együtt lenni a megszokott módon a gyülekezetünkben. Ti is tudjátok, hogy hányszor teszem szóval, hogy olyan jó együtt lenni, együtt látni benneteket tele a gyülekezeti termet. Most sajnos ettől meg leszünk fosztva kényszerűen egy ideig, nem tudjuk mennyi ideig. Nyilván én is kezdő vagyok ebben a műfajban, most egy rögtönzött stúdióból beszélek, vértesszörösről, itt az egyik szobában rendeztem be, viszonylag vállalható háttérrel, legalábbis remélem ti is így látjátok. Nektek is még sok minden újszerű lesz nyilván itt a kapcsolattartásban, a digitális technikákban, én sem vagyok annyira jártas mindegyik ágában, de bízom benne, hogy majd bele fogunk jönni az idő múlásával, sajnos lesz rá alkalmunk előreláthatólag, hetek, hónapok állnak előttünk. Azzal hagyj kezdjem, hogy most az első ilyen szombatunkon, ahogy jeleztem is nektek az e-mailben, felvételről fogom mindenképpen ezt az üzenetet továbbítani hozzátok. Most veszem fel péntek délután, 3 óra múlt. Ha sikerül, jól sikerül, akkor felteszem valahová, véletlenül a YouTube-ra, majd meglátom és megosztom veletek a linkjét. A folytatásban tervezek olyat is, ha majd egy kicsit jobban belerázódunk, hogy akár már online élőadás is lehet, tehát szombaton 11-kor kapcsolódunk be mindnyájan én is, és akkor már egy fokkal közelebb leszünk a közös élményhez és az egyidejű élményhez. Még mindig a bevezetésnél maradva annyit engedjetek meg, hogy a témaválasztásomat valamelyest indokoljam. A témaválasztásban kézenfekvő lett volna valami direkt módon a jelen helyzethez kapcsolódni. Ezt szándékosan nem tettem, foglalkoztat egy olyan téma is, idővel majd talán azt is feldolgozom, sőt, mikor legutóbb nálatok jártam 2 héttel ezelőtt, emlékeztek rá, akkor egy kicsit ebben a jegyben is szóltam már hozzátok. Most szándékosan egy más oldalról közelítenék, de a mai témám is érinti majd a kifutásakor ezt a mostani helyzetet, amiben vagyunk, és ennek a miértjét. De szándékosan egy pozitív, egy építő, egy hangsúlyosan erősítő üzenettel szerettem volna ma hozzátok jönni, így átvitt értelemben ezt megosztani veletek, aminek az alapigéjét a római levélben találjátok, a 2. fejezet 4. versében. Ha gondoljátok, keressétek ki, megvárom, ugyan a lapozást most nem hallom, ahogyan szoktam, egy picit várok, tehát a római levél 2. fejezet 4. versét keressétek meg. Jól ismert az ige, én is már többször hivatkoztam erre, akkor is, amikor más témákban ige hirdetést tartottam, most ezt alapigeként választottam, és ennek az üzenetét szeretném közösen veletek együtt egy kicsit feltárni, felszínre hozni. Így hangzik Isten igé ezen a helyen, Pál apostol ihletett lejegyzése nyomán, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Ugye ez az ige egy kérdés, egy költői kérdés a maga nemében. Pál apostol valamit úgy kérdez meg, hogy arra minnyájunknak ugyanazt illik válaszolni, egy egészséges válasz minnyájunk részéről tudjuk, hogy mi lenne. Hadd kezdjem onnan, hogy minden embernek megtérésre van szüksége. Ugye erről szól az ige, ez a hangsúly, ez áll a középpontban, az egyik fókuszpontja mindenképpen ez az igének, a másik pedig, hogy miért és minek a nyomán lehet ide eljutni. Azt mondja az apostol, hogy minden embernek, azt tudjuk minnyáján a Biblia, és azt mondja, hogy minden embernek megtérésre van szüksége, mert nincsen csak egy igaz is. Minden emberre az igaz, hogy amikor megszületünk, akkor eredendően az Istentől távol vagyunk, így éljük az életünket. Időbe telik, amíg öntudatra jutunk, szó szerint, tehát amíg egy tudatos létezésre, sőt felnőtt érett létezésre jutunk, amikor az ember már dönteni tud dolgokról. És amíg ez meg nem történik, addig általában az Istentől távol járjuk a mi útjainkat, és valamikor, jó esetben eljön az a pont az ember életében, amikor bekövetkezik egy fordulat, és megtérés következik be. Azon gondolkoztam egy kicsit, ez is kapcsolódik a mostani helyzetünkhöz, hogy a jó módban, a védett életkörülmények között nem is nagyon keressük az Istent. Először azt írtam, elárulom a vázatom, hogy nem nagyon keresik az emberek, mert én most minden emberről beszélek először, de azt kell, hogy mondjuk, hogy mi is beletartozunk ebbe a körbe, minket is ez kísér, talán most ti is átérzétek ezekben a napokban, hogy minden megváltozott körülöttünk, beláthatatlan, hogy meddig lesz így, igazán a következményeit sem látjuk,
És ugyanakkor van időn gondolkodni, körülbelül úgy, mint Pál apostolnak Damaszkuszban, amikor 3 napig vak volt. Mi hál' Istennek nem vagyunk vakok, de a körülmények rostoklásra kényszerítenek legtöbbünket legalábbis, gondolom. Amíg minden úgy ment a megszokott kerékvágásban, addig talán kevesebb időnk, érkezésünk, késztetésünk, indokunk volt arra, hogy gondolkozzunk ezeken a dolgokon, de miért beköszöntenek a nehézségek, ezt mutatja a tapasztalat, ez az emberi természet lényege, nincs ezen mit csodálkozni, bár nem egy nemes dolog. Amikor beköszöntenek a nehézségek, mint most is, a kilátástalanság, esetleg emberek veszítik el az egzisztenciájukat, vagy egyáltalán egy bajós várakozás, hogy mit hoz a jövő, mert minden olyan instabilnak látszik, és nem csak nálunk, nem egy-egy ország, hanem globálisan gyakorlatilag, akkor általában nagyobb a hajlandóság az odafordulásra. Elárulom nektek, hogy egy kicsit én is várakozásban vagyok ebben a helyzetben, ha már így alakult, már úgy értem, az egész világunk így alakult, és az egész gyülekezetünk, egyházunk, missziunk helyzetére nézve mondom ezt, hogy vajon mit tud ebből kihozni a Jóisten a javunkra, hogy embereknek meg kellett állni a saját életük vágtájában, másoknak is, otthon kell legyenek, interneten keresnek többnyire tartalmat az emberek, szórakozás, de van, aki talán mást is. Talán ilyen igehirdetéseket is, mint ez, megtalálnak, meghallgatnak, megnéznek, elgondolkoznak rajta. Talán azok is, olyanok is sokan, akik egyébként eszükben nem jutott volna, hogy azzal töltsék mondjuk a szombat délelőttjüket, hogy eljöjjenek akár a Fehérvárosi gyülekezetünkbe, akár egy másik gyülekezetbe. Még ebből jó is kijöhet, a sok egyéb negatívum mellett természetesen, amit ez a helyzet hordoz. Ugye azzal kezdtem, hogy mindenkinek szüksége van megtérésre, mert így születünk, mi is így születtünk különben. De hogy menjek tovább, hogy amire talán ritkán gondolunk, hogy a hívő embereknek, nekünk is szükségünk van a megtérésre. Ha őszinték vagyunk, és nekem már nem egyszer mondták testvérek, sőt én is magamnak, hogy azért emlékszek olyan időszakra, amikor buzgó volt a szeretetem, buzgó volt a hitem az Isten iránt, buzgó volt a ragaszkodásom, a Krisztussal járásom, hogy buzgó voltam korábban. Ti is ismeritek az igét, Jelenések 3.19, Laodiceának szóló tanácsot az üzenet végén, légy buzgóságos azért, és tér meg. Jó az érzékelésünk. Igen, hiányzik a buzgóság, van honnan megtérni, van hova visszafordulni, van hova visszamenni. Ugye Efézusnál ugyanezt így mondja, hogy emlékezz meg a te korábbi állapotodról, és tér meg. És mindazokra igaz ez, akik az élő hit hiányában, vagy annak a csorbaságától szenvedünk. Nem mondom, hogy teljes a hiány, de lehetne teljesebb a kép. Ez a mostani helyzet, ez mindnyájunkat kizökkent a megszokott kerékvágásból, gondolkodásból, újragondolásra késztet, és van mit újra gondolni ebben a tekintetben is. Ha elfogadjuk ezt, tudnélik, hogy megtérésre van szükségünk, mi is érezzük, ez az igazság, akkor ott a nagy kérdés, de nyilván csak akkor, ha már van egy belátás, akkor lesz igazán nagy a kérdés a számunkra, hogy de mi ennek a titka? Hogyan lehet megtérni? Ha már felismertem a szükségletemet, akkor mit tehetek ennek az érdekében? Ugye Pál apostol pontosan erről ír, és én pontosan ezért választottam ezt az alapigét a mi számunkra, erre a mai napra, erre az alkalomra. Tudnélik, hogy csak kívülről származhat a segítség, tehát azt nem mondja, hogy szedjétek össze magatokat, és térjetek meg. Azt mondja, hogy van egy kulcsa, van egy módja, van egy olyan forrás, ahonnan impulzus kaphatunk a megtéréshez. Nem azt mondja, hogy generáld ki magadból ezt a produktumot, hogy te egy megtért ember vagy, és utána menj oda Istenhez, és mutasd meg, hogy te ezt tudtad csinálni, hanem azt mondja, hogy a megtérés az csak kívülről indulhat el az életünkben. Ezen ige szerint, amit idéztem, maga Isten ébreszti bennünk, de nem erővel, nem sürgetéssel, nem úgy, ahogy mi szoktunk dolgokat megoldani, hogyha nem generálja ki magából valaki a jó viselkedést, akkor majd mi kigeneráljuk, tudom, mit jelent ez, mert engem is mindig ez kísért, hanem azt mondja az apostol, hogy van mit szemlélni az Istenben, nagyon érdekes az igény különben, először 3 dolgot mond el, felsorolja, hogy csak nem vetjük meg a jóságnak, az Isten jóságának, elnézésének, ami egy milyen nagy dolog. A jóság az úgy általában egy nagyon nagy dolog, ez egy összefoglaló fogalom. Az elnézés, az mintha valamit konkretizálna ebből, hogy azért hányszor szomjazik a lelkünk arról, hogyha valamit elrontottunk, hogy mondjam így, hogy elbaltáztunk, akkor olyan jó lenne, hogyha valaki ezt elnézné nekünk.
ha nem kapnánk meg azt, amit követ, tényleg megérdemünk, és mi is érezzük. És valami hasonlót jelent az is, hogy a hosszú tűrés, hogy ezt elviseli az Isten újra, és látszólag vég nélkül, hogy olyan mérhetetlen mindez, ez mind benne van a jóságban, és ettől is olyan csodálatos az Isten. És azt mondja az apostol, hogyha ezt szemléljük, amit én másik szóval is tudok mondani, talán nem hiba, nem ástam bele magam annyira még ebben a három szónak a görög jelentésében, mint szerettem volna, de szerintem nem hiba, ha azt mondjuk, hogy ezek tulajdonképpen a szeretetnek az alkotó elemei, ismérvei, szinonímái egy bizonyos értelemben, ezt jelenti szeretni. Tehát azt mondja az apostol, hogy az Isten szeretetét szemléljük, annak ezeket az alkotó elemeit, nyilván ami önmagában egy fogalom, de hogyha felismerjük ezt a magunk életében ezeket, hogy ezek hogy nyilvánulnak meg Isten, miket hordoz az életünkben, miket nézel nekünk, miket bocsát meg nekünk, azt mondja, akkor majd a hatása alá kerülünk az Isten jóságának, az Isten szeretetének, és akkor ez megtérésre indít bennünket, mert erre nem lehet mást válaszolni. Ezt lehet figyelmen kívül hagyni, el lehet mellette menni, lehet könnyelműen venni, lehet ragadománynak vagy zsákmánynak tekinteni, de aki megáll, aki engedi, hogy ez a felszín alá is hasson, ez ott valami munkát el fog végezni. Ahogyan az Isten ígére igaz, hogy nem tér vissza üresen, ismeritek az Ézsaiás ígét, hanem megtermi a maga gyümölcsét, úgy igaz el is az Isten szeretete is, ahová be tud hatolni, ahová beengedik, ahol nem zárják be az ajtót hermetikusan és nem légmentesen, ott elvégzi a maga munkáját. Én azt tudnám ezt hasonlítani, most itt éppen nagyon szép idő van, valószínűleg amikor ti nézitek, ott már nem lesz szép idő a meteorológia szerint, de most még itt süt a nap és meleg van. Hogy olyan ez, amikor kiülsz a napra, kiteszed magadat a hatásának, és élvezed a hatást, amiért nem tettél semmit, annyit tettél, hogy kiültél oda. És a nap meleg.